Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk, Tények, Titkok mai műsorába, és különleges vendégem lesz a szívsebész Remsei Semmelweis Ernő, aki gyakorló szívsebész, a szív titkairól fogunk beszélni, de tekintve, hogy Semmelweis Ignácnak a leszármazottja, nem tudom, hogy egyenesági vagy oldalát. Egyenesági nincsen. Egyenesági, csak oldalát. Volt egy fia és egy lánya, és semmelyiknek nem volt utódja. Tehát aki Magyarországon, az a Hütl család, és ők a Semmelweis felesége oldalán, igen, jönnek le, ők képviselik általában a Semmelweis tivadar. Tehát egy oldalági, igen, én a testvérének vagyok a rokona. Vannak, igen, Zirci Semmelweisek és Tabáni Semmelweisek. Ernő, először is szeretném, hogyha elmondaná Semmelweis Ignác igaz történetét, ami Magyarországon azért nem közismert. Én láttam 30 éve talán a magyar televízióban egy filmet róla, ami szerintem hazugságokkal volt tele. Ott azt írták, vagy azt mutatták be, hogy Semmelweis véletlenül összejött egy örömlánnyal, szifiliszt kapott, és attól voltak dürohamai. Ez szerintem hazugság. De hát... A tudomásom szerint most nyáron csináltak egy Semmelweis filmet. Azt hiszem a Koltai operatőr, aki most rendez is, és még nem hozták el, de úgy tudom, hogy a nyáron készen volt, egy színész és opera énekesnő ismerősöm mondta. A 2020-ban egy Nanomedicine Journal-ben közöltem 8 professzortársammal egy cikket erről, összehasonlítva a Covid alkalmán, hogy tulajdonképpen a Wash Your Hands meg épp olyan aktuális ma is, mint, igen, volt. És tehát most a kezed. Igen, igen, és tarts tisztán a lelkedet is. A lényege az volt, hogy arra próbáltam rávilágítani pontosan ebben a szituációban, ami volt, hiszen sok érdekes dolgot feltételeznek a Covid kifejlesztéséről, mert ugye először állatra volt csak fertőző, utána lett emberre, és ez is egy nagyon érdekes, hogy a HIV, ugye az is először állatra volt, aztán emberre, és azóta 30 éve nincs vakcinája. Ez egy érdekes kérdés. Tehát én azt akarom rámutatni, hogy tulajdonképpen, hogyha milyen feltételek kellenek, hogy valaki egy, ugye a Karikó Katalin megtette ezt a mRNA-s felfedezést, hogy ezt akceptálják is, hiszen ő se kapott most Nobel-díjat, de hát ő is ugye külföldön csinálta meg ezt. Lényeg az volt, hogy abban az időben két fontos dolgot kell tudni, hogy ugye Semmelweis, amikor ezt tette, amikor tulajdonképpen kijött ebből a két mosással, akkor ugye ez az 1848-as forradalom után vagyunk Bécsben. Tehát magyarok nem voltak annyira közkedveltek ott, és abban az időben a berlini Charité kórháznak a patológus professzorát, azt Virchow, professzor Virchow-nak hívták, aki egy porosz kemény ember volt, és ő uralta abban az időben a patológia, a Korbonstan uralta a medicinát, és ő volt az Európai Journalnek a kiadója is, valamint ő volt a Reichstagba, a német parlamentben az egészségbizottság elnöke. Tehát uralta a politikai, és az egészségügyi, és az akadémiai területet is. Ezért Koch, aki először Breslauba, azaz Wroclawba volt tiszti orvos, ugye, és felfedezte a kimutatta, ő nem volt akadémikus, csak egy zseniális és egy hihetetlen szerény, de okos, zseniális úriember volt. Ő kifejlesztette a tuberkulózis és a lépfene vakcináját, aztán természetesen ezek után már elvitték Berlinbe, és hát ott találkozott Virchow-val, és hát Virchow-nak volt egy sejtelmélete, és ő nem tolerált semmit a sejt alatt. És amikor először Semmelweis ugye a két mosással jött, akkor kellett valami kisebb dolognak lenni, na hát először őt támadta, aztán jött a Koch. És aztán jött a Bering, aki szintén Berlinben volt. De a lényeg az, hogy amikor ezt kimutatta a Koch, és a támadásnak esett a Virchow által, akkor a császár elment hozzá inkognitóba egy délután, és mondta neki, hogy ide figyeljen, Koch, most pedig
előadja a világkongresszuson a tuberkulózis vakcináját, és utána pedig kap tőlem egy intézetet. És ez a mai napig a Koch intézet, ahol egy kiváló ember most is a professzor, és abszolút nem hallgatnak rá mai napig sem a parlamentbe. Ezek után volt a tanítványa még az Ehrlich, és azt arra akartam rámutatni, aki szintén... Ezek mind nagy nevek. Igen, ezek mind nagy nevek. A Kochnak kedvenc tanítványa volt az Ehrlich, ő Breslauból volt szintén, és csak arra akartam rámutatni, hogy ezek után a császár támogatta ezeket, és mind a három intézetet kapott. Ugye én Marburgban dolgoztam sokáig, majdnem 20 évig. Ott volt professzor, ott vannak a Behring művek, akik most a Pfizert gyártják, és ő kapta először a Nobel-díjat, Behring, mert egy kicsit magáival tette a Kochnak a műveit, és aztán kapott másodszor a Koch Nobel-díjat, és Ehrlich is, és mind a három intézetet kapott. Tehát valamint ugye Semmelweis, aki ugye nem kapott támogatást, és én ezt úgy írnám le, hogy ugye ő 12-15-30%-os halálozást lecsökkentette 0,8-1,8%-ra Bécsbe is, aztán Pesten is. Ott is történt olyan, hogy a főnövér nem mosatta tisztességesen a ágyneműt, és akkor megint fölment, akkor kirúgta a főnövér, saját pénzén vett ágyneműt, és akkor megint lement a halálozás. De őt ugye 10-12 évig nagyon sokan, hát Balassa mögötte állt, és egy páran, nagyon sokan, sőt a főnökei is nagyon megalázták, és állandóan kritizálták. Na most hát, hogyha én nekem megvan kis baletin, Marburgban volt egy skót ember, aki medicinális antikváriumot tartott, és ott vettem egy kis originál 1861-ből, ahol ő írt egy würzburgi, egy bécsi professzornak, hogy megírtam, hogy hát ha ő úgy gondolja, hogy a 15-30% az alacsonyabb, mint a 0,8, akkor bizonyítsa be, mert ugye ezen vitatkoznak. Egyébként, hát ő neki egy kicsit nyers volt a stílusa, egyébként maga egy gyilkos. Na most hát ezt nem nagyon díjazták. Igen. És ezek után, ugye 10 év után már, ha valakit állandóan ragyogó eredményei vannak, és ennek a nyilván egy idő után agresszív lesz, és akkor ezt próbálták ráfogni, mert hogy ebben az időben majdnem mindenkinek ugye bizonyos vérbaja meg egyebek voltak, de őt becsalták egy, mert voltak ilyen dükkitörései, amikor az egyetemi előadások és viták alkalmával, és akkor becsalták egy pszichiátriára. Bécsbe, igen. És ezt ennek az egyik, azt hiszem a Skoda volt az egyik, a Skoda volt a belgyógyász, aki már medikus korában látta, és neki csak egy fél állást adott, mert látta, hogy zseniális, és az osztráknak adott egy teljes állást. Az úgy mondta, hogy támogatta, de aztán oda becsalták. Na most ezt, hogy ott mit csináltak, azt egy Magyarországon született, de aztán 4-6 éves korában Münchenbe landolt nőgyógyász derítette ki az ügyvédjeivel, és kapta meg a korlapot egyedül, mai napig sem egyetlen magyar nem kapta, és ez a pszichiátria 7-szer változtatta meg a nevét az idők során. Tehát ez volt nehéz megtalálni. És ebbe látták, hogy mi történt vele, tehát őt bevitték, és bezárták, ugye őt orvosi konziliumra hívták, mint őt, aztán bezárták, hát nagyon nagy ember volt, olyan négyen meghalt, és olyan dolgok is vannak benne, hogy tehát tulajdonképpen mondták, hogy ugye, ütlegelték, és mondták, hogy azért a fejét kimélyék, aztán a végén azt se kimélték, és hát 8 nap alatt meg is halt, és ezt ez a az orvos derítette ki, aki egy kis könyvecskébe kiadta ezt magyarul, aminek nem nagy foganatja volt, és nincs nagyon akceptálva. Ez a különbség, amire próbáltam rá. Na most ebben a cikkemben azt írtam, hogy a társadalomnak meg kell érteni a zseniket, mert más nyelven beszélnek, vagy pedig egy olyan nyelvet beszélnek, amit nehéz egy átlag embernek megérteni, de azt is megírtam, hogy a zseninek is kell valamit alkalmazkodni a társadalomhoz, hogy próbálja elfogadtatni magát, és mind, tehát ez ugye nagy felfedezések, lásd a Higgs bozon, ugye, ő se tudta sehol se közölni, még előadást is csak Princetonba tudott adni, tehát azok mindig nagy ellenállásba ütköznek a nagy felfedezések bizonyos okok miatt, ipari és egyéb okok miatt, és erre próbáltam rá világítani a Covid-dal is, hogy hát ugye, és még egy dolgot próbáltam rá világítani, ami ugye már ő mert ő volt az első a világon, aki az oki
terápiát, az esetismertetést, az okiterápiát bevezette a medicinába, és ezáltal ő vegette be a higiéniát, a mikrobiológiát, az mind ő rá van építve. Ezek a dolgok, ő volt az első, amit persze sokan vitatnak külföldön, de például Chicagóban is van a 8 legnagyobb orvos, egy ilyen múzeum, hogy ki van ott is, ő is benne van a világon ez idáig. Úgyhogy erre próbáltam, hogy egy magas szintű technikai társadalomnak egy magas szintű higiéniát kell biztosítani, mert hogyha ez nincsen, akkor jön egy ilyen járvány, és akkor összedől az egész szerkezet, az egész társadalmi szerkezet. Tehát erre próbáltam rávilágítani, hogy ezt meg kell fizetni a politikusoknak és a bankároknak, hogy a magasan, tehát az én véleményem szerint ezt a 2020-as áprilisi, májusi szintet kellene tartani, és akkor követnénk, ha a technika is úgy fejlődik, és akkor tudnánk a társadalomba azt a szintet elérni. Hát erről szól a cikkem, ezt megpróbálom most Magyarországon is a Dorzsi heti labban majd leközölni, némi más kiegészítéssel. Vártam egy kicsit, hogy cseng le ez az egész dolog a vakcinával, és milyen, mik történnek, hogy történnek, mert ugye most nem tudom, hogy mennyire ismert, ugye, hogy a Moderna, ami mögött a Weizmann áll, és a Karikó professzornő, ugye, aki most kiszállt a BioNTech-ből, az volt a BioNTech által, és a BioNTech gyártja a Pfizert, és a Moderna följelentette a Pfizert, mert illegálisan bizonyos szabadalmakat elvettek tőle, és ez azért elég kemény dolog, tehát azért tudni kellene, hogy valóban mi van ebben a vakcinában pontosan. Tehát ez, ami tulajdonképpen erről szólt a cikkem, és hát ez a szomorú vége, és ez a társadalmi konzekvenciája, ugye, és hát most azért ugye mégiscsak Semmelweis egyetem van, meg mindenhol a világon, éppen most jöttem haza New Yorkból, ott is a hamburgi egy professzornő, Hamburgban is van egy Semmelweis épület, vagy egy részleg, van a Semmelweisről egy egész részleg a hamburgi egyetemen elnevezve, és akkor próbált meghívni ott előadni, tehát azért most már a világon mindenhol van, tehát Buffalo-ba is, meg Chicagóba is, mindenhol szobrokat avatnak, és tehát van Zürichbe is, tehát sok helyen azért próbálják most már elismerni, hogy amit csinált, mert mondom, ezekből az alaptudományok, tehát a különböző fakultásokat, ezeket tulajdonképpen alapvetően ő alapította meg. De mondjuk az is igaz, hogy utána, tehát ez a három német is hatalmasat alkotott, és hogyha beleszámítjuk ezt, akkor ők mentettek meg idáig a világon a legtöbb embert. Így van, több embert mentettek meg, mint amennyit a hülye politikusok világháborúban megöltek. Azt hiszem, hogy... Hát igen, azt szeretném a cikkem végén leírni, hogy a legnagyobb függőségi betegség az nem az alkoholizmus és a kábítószer, hanem a hatalomvágy. Ebben halt meg a legtöbb ember a világon idáig. Tehát ezt valahogy kéne valamelyest normálisan korlátozni, és akkor nem lenne, tehát valahogy máshogy kéne korlátozni, nem háborúval. Ez az én meglátásom. A Semmelweis sorsa az angol szász világban ismeretes. Tehát én olvastam angolul könyveket Semmelweis életéről, ahol leírják, hogy a kollégái becsalták a Krankenhaus, valami ilyesmi, mert elfelejtettem már németül annak a kórháznak a nevét, ahová őt becsalták, és gyakorlatilag agyonverték. Igen, hát az angoloknál most Bristolba írtak egy drámát róla, akkor előtte egy operát is, tehát ők nagyon tisztelik ezt a dolgot, és nagyon érdekes, ez is benne van, hogy van a Semmelweis szindróma. Ez csak az angol szász pszichiátriában létezik, és ez arról szól, hogy ha az ember meghaladja a korát a gondolataival, akkor a társadalom vagy kiveti magával, vagy megöli. Ez a Semmelweis szindróma. Tehát ez az európai pszichiátriában nem szerepel, ez az angol szász, angol-amerikai pszichiátriában szerepel. Dominánsan itt valami módon Európában ez nem annyira használatos. És ez is nagyon érdekes, hogy tehát az angol szászok azok nagyra tartják nagyon az ő tevékenységét, és nem csak úgy, hanem így társadalmilag is. Sokszor eszembe jutott, hogyha ma élne Semmelweis és elmenne a róla elnevezett orvosegyetemre, milyen sorsa lenne, azt hiszem ma is agyonvernék, ez a sejtésem. Hát igen, úgy gondolom, hogyha
ha valaki nagyon radikálisat lép, azt megfelelően kell háttérrel előadni, ezért próbáltam, tehát ugye, császár is inkognitóba elment a Kochhoz, tehát ha a hatalom az ember mögött áll, akkor van előrejutás, hanem akkor ezért van, az megmondom őszintén, hogy ezt a cikket én azért írtam a 8 professzor társammal, mert én nekem más témákban is vannak újabb meglátásaim, és ezek a szívsebész, illetve kutató, mindegyik professzori titulusban van és intézetvezető, ezek egyetértenek velem, és ők biztosítják a számomra a hátteret. Együtt dolgozunk, és együtt persze ők is átnézik és review-álnak a cikkeimet, de általában az alapötletet azt tőlem származik, és én dolgozom rajta meg együttesen, és pontosan ezért, hogy az lehetséges, hogy én egyedül valamit mondanék, és akkor kételkednének az elmei képességeimbe, de hogyha mondjuk Cleveland Clinic, Royal Brompton, Zürich Egyetem, nem tudom, London College, és tehát Heidelberg Egyetem professzorai mögöttem állnak, akkor talán azt nem mondják, hogy egyszerre mindenki elmebeteg lett. Szóval magam is sok mindent átéltem Németországban a dolgokkal. Tehát. Majd erről beszélünk még a következő adásban. Még szerencsére van 10 percünk. Én azt láttam, hogy a magyar orvostársadalom nincsen tisztában Semmelweis sorsával, vagy pedig akkor lapítanak róla. Tehát itt nagy csönd van, és ahogy a holokauszttal sem szembesítette a magyar társadalom, úgy a népességet, ugyancsak a Semmelweis ügyről hallgatnak, és ezért történhetett meg, hogy utána sorozatban hasonló drámák játszottak le. Nemrégiben például a horvát professzor esetével, aki ott egy olyan vakcinát talált ki, aminek segítségével ki lehet tisztítani az ereket. 40 ezer ember kapta meg, rendkívül jó eredmények születtek, én is megkaptam ezt egyébként, és őt azonnal beperelték, egy akadémikus, egy névtelenül jelentette föl, a bíróság fénysebességgel elintézte az ügyet, ugye amikor nálunk bankárok lopnak milliárdokat, 10-15 év, mire az a bíróságokon végigmegy, utána egy enyebenyével megúszák. De az az ember, aki, mint Semmelweis is, a százezrek életét menthette volna meg, az bíróság előtt találta magát. Én ott voltam a pereken. Ennél bicskanyitogató, pofátlanabb, koncepciós pert még a Rákosi időszakban se mertek megcsinálni. Hát igen, én 35-ig nem voltam itthon, úgyhogy én nem tudom ezt a sztorit pontosan, csak hát egyet kell tudomásul venni, hogy a medicinában még eléggé feudális rend uralkodik. És még egy dolog van, tehát a medicina az tulajdonképpen eléggé szimptoma terápiára van épülve, nem okiterápiára. De Semmelweisnek pont az okiterápia volt a... Persze, hát az okiterápiát azt nem annyira kultiválják, mert hogyha én máról holnapra meggyógyítom a beteget, akkor nem szed évekig gyógyszert, nem kell neki a biztosítás annyira, és nem jár az orvoshoz. Tehát ezeket én nekem is a téviseim, azok bizonyos, megpróbálom a aorta és az egyéb áramlásokat úgy korrigálni, ahogy a természet, tehát a természet törvénye nem egyezik meg a társadalom törvényével, és ezen törvénynek az átlátását nagyon kevesen kapják meg pontosan az emberek közül. Ezt is leírtam a cikkembe, hogy véleményem szerint 0,1% a populációnak, talán kevesebb, aki átlátja ezt, és ugye ez a Kontakt című filmben is ott volt, ugye, hogy amikor a Jodie Foster mondta, hogy az apjának, hogy miért nem kapjuk meg a tudást, mert évmilliárdok óta kis lépésekbe kapja meg mindenki, ezt ugye Carl Sagan írta a könyv. És tehát én ezt látom, és aki megkapja,
ezt a dolgot, az annak elég nehéz dolga van, ugye, mert ugye, nem tudom mennyi is, mert ugye, mikor Einstein a speciális relativitást közölte, akkor Tesla oda ment és mondta, hogy ez rendben van, de a transzellális hullamokra ez igaz, de a longitudinálisokra nem igaz, és ez 1905-ben volt ez, tehát azért mondom, hogy ha, és ezt nagyon nehezen tudják az emberek ugye elviselni, hogyha valaki többet kap. Tehát én válogatott sportoló voltam párbajtőrbe, és ott, hála Istennek, én Kulcsár Győzővel voltam együtt, ezzel, aki a világ legnagyobb valahelyett vívója szerintem, mert 4-szeres olimpia bajnok, meg 15 világbajnok csinál. Tehát oda eredménye lehet bejutni, de hát a társamban ez nem egészen így működik, úgyhogy én még mindig sportolok, egy kicsit, tehát küzdök magammal minden nap, de hát ez, ugye ő is, én csak annyit tudok, az egyik ismerős professzorom mondta, hogy ő is kapott, és úgy tudja, hogy az egész magyar kormány és az összes püspök megkapta ezt a horvátféle dolgot, és ez nyilvánvalóan egy zseniális húzás volt, de ugye hát a lényege meg az, hogy ha valaki ezt szabadalmaztatni akarja, ugye az 10 év és 1 milliárd dollár. És hát ez ugye, ez mindenkinek, tehát ez egy privát nem tudja megtenni. És hát azért, hogyha próbálkozik, akkor nagyon hamar, ugye ez egy ilyen megkerülő úton, ilyen természetgyógyász, meg egyéb dolgokon próbálnak menni. Én nem ismerem a pontos sztorit, mert nem voltam itthon, de én úgy látom, hogy a dolgok a feudális rendszerben van, a hierarchiában van, ott elég nehéz, hogyha valaki ilyet csinál, és előre jutni. Tehát ezért mondom, hogy nekem megvan az a szerencsém, hogy idáig, hogy de nem egészen, de ezek az emberek mögöttem állnak, és amikor én például Németországot elhagytam, mert én is hasonlót produkáltam egyébként, mint az öreg, hogy egy transzkatéteres billentyűvel nekem is nulla volt a halálozásom, és a főnök az nem úgy gondolta, hogy az ő eredménye, én meg úgy gondoltam, az enyém. És akkor utána ez a két, akivel én dolgozom Londonban, az két német, aki Londonban dolgozik, és azok, tehát 40 éve ismerik az én munkámat. Tehát, hogyha az embert ismerik, az ember munkáját, most is azért tulajdonképpen én már most fele-fele vagyok itthon és ott kint, és még mindig ugye, sikerül, tehát meghívnak bizonyos dolgokra pontosan ebben a témában, és értekli őket. Most is New Yorkba odajött hozzám, én nem ismertem különösképpen az az ember, aki az aorta áramlást, az aorta stentekben az oldalágakat kitalálta egy Ann Arbor University-n, egy Dr. Williams, egy professzor Williams, és beszélgetett velem egy órát, mert később tudtam meg, hogy kicsoda ő, mert én nem ismertem, mert ez idősebb úr. És azért mondom, hogy az embernek szerencsésnek kell lenni, hogy megfelelő helyen, megfelelő emberek meg van nekünk egy nagyon nagy értékünk, ez a Glovicki Péter. És ő nagyon támogatja, most látom a magyarokat, őt most a Semmelweis Egyetem kinevezte, megkapott valamilyen nagy díjat, meg nem is tudom, talán valamilyen címet is kapott, amivel most ő a Semmelweis Egyetemről nagyon próbálja fölhozni, mert ő egy zseniális valaki, tehát ő Amerikában is egy hatalmas névű a Journal of Vascular Surgery-nek a kiadója, már ő nyugdíjban van, a Mayo Klinikának volt a professzora, tehát ott, és egy tényleg 6 nyelven beszél, vagy 8, nem tudom, de zseniális volt sebészetben is, és nagyon, és egy végtelen kedves ember, tehát egy kemény, egy tehát tud nagyon jó diplomata is. És ez szerintem a Semmelweis Egyetemnek ezt a, azt hiszem, a, vagy a Merkeli, vagy a Soltonyi professzor úr hívta ide is. Adtam például a Texas Heartnak, illetve a Saint Michael Hospitalnek a főnök, az múlt héten kapott egy Semmelweis díjat, és oda is menne ki tanulni, aki egy nagyon nagy, kiváló ember. Tehát én szerintem, hogyha itt Magyarországon ilyen, tehát az emberek kimehetnek tanulni, és vissza is jönnek, tehát megvan a megfelelő lehetőség, akkor fölemelik az egyetemnek a szintjét. Tehát akkor tényleg. Tehát mondom, csak ilyen, mint a Péter, meg hát nekem volt szerencsém, nem tudom mennyire ismerős, a Forváth professzoruk a Torontóból, hogy gyerekkardiológus volt, aki egy szintén egy úriember, ő is segítette, vagy William Ganz, aki a Schwann-Ganz katétert találta, meg az, ő volt a Cedar Sinai Hollywoodban a kardiológus, aki az első trombolizist a katéterbe csinálta a világon, és a fia is a Harvardon volt professzor, a Forváth Péter professzor, aki
megtalálta az Ecce Homo torontói színháznak a raktárába, és hazahozta, hogy együtt legyenek. Tehát ők úriemberek, ezek a régi módi úriemberek, akik feltétel nélkül segítenek, csak azért, mert tudják, hogy tehát nevelnek. Tehát én a Cleveland Clinic-en volt szerencsém dolgozni, ami nem volt egyetem akkor még, de minden évben visszahívták a rezidenseket, mert nekik rendkívül fontos volt, hogy kit engednek ki az intézetből. Tehát egy amerikai képzés, az ott 3 hónap alatt annyit lehetett tanulni, mint Németországban 10 év alatt. Tehát ez szédületes. Tehát azért mondom, én ezeket az embereket volt szerencsém megismerni, és egyeknek a barátja is lenni, és ezért végtelen hálás vagyok, hogy ez a gondolkodás megkaptam. Ernő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most az első részt azt befejeztük, elfogyott az első 25 percünk. Nézőktől elbúcsúzunk azzal, hogy még 2 ilyen beszélgetést végighallgathatnak a szív különleges dolgairól. Viszont hallásra, viszont látásra, és még egyszer köszönöm. Én is köszönöm a meghívást. Megtisztelő volt. Köszönöm szépen.